Steven Madarász. Egyébként nem Steven Madarász, hanem kitaláltam én gimibe az én filmes álnevemet, Stevie McBurdy. Csak így. So that's my name. Madarász in English is McBurdy. So Steven McBurdy instead of Steven Spielberg. Sziasztok. Hello. Ma Józsefről lesz szó. Today we're going to talk about Joseph. Az Ószövetségi Józsefről, akinek olyan sok testvére volt. The one from the Old Testament who had so many siblings. És akinek egyébként borzasztóan érdekes életpálya jutott. And who had a very interesting life. Olyannyira érdekes, hogy ez igazából érdekes és inspiráló a kereszténység körein kívül is. So interesting was his life that it is inspiring even for those outside of Christianity. Ugye, hát hogy is mondjam, kollégám és barátom Spielberg cége csinált belőle rajzfilmet. For example, the company of my friend and colleague Steven Spielberg made a cartoon, a big movie out of this. Aztán Andrew Lloyd Webber írt musicalt az életéből. And Andrew Lloyd Webber wrote a musical about Joseph's life. És ez nem véletlen, mert tele van nagyon izgalmas részekkel. And this is no coincidence because his life was full of very interesting parts. Van benne árulás, gyilkossági kísérlet. There's betrayal, there's attempted murder. Börtön. There's prison. Kísértés. Temptation. Kicsi erotika. A little bit of erotica. Fáraó, álmok, minden. Pharaoh, some dreams, all kinds of stuff. Ami kell egy jó filmhez. Everything that's needed for a good movie, basically. Az első Mózes könyvében lehet olvasni a 37. résztől 13 fejezet, olvassátok el, mert tényleg jó. You can read his story starting in Genesis chapter 37, and it goes on for 13 chapters. Do read it; it's quite interesting. És a pár mondatban össze szeretnénk foglalni így gyors talpaló gyalánt az újaknak. And if I'd like to summarize his life in just a few sentences for those that are new here. József, ő Jákobnak a fia, aki meg Ábrahám unokája, tehát hát hogy mondjam, híres családból származik. Joseph was the son of Jacob, who was the grandson of Abraham, so he comes from quite a famous family. Van 10 testvére. He had 10 brothers. Akik utálták őt. Who hated him. Eladták rabszolgának. Who sold him into slavery. Elvitték Egyiptomba, ott hát hogy mondjam, nehéz sorsa volt. Then he was taken into Egypt, where he had a really rough life. De aztán kiderült, hogy ő álmokat tud fejteni. But then when they found out that he's able to explain dreams. Úgyhogy egészen magasra verekedte magát. This enabled him to make it quite high up in the hierarchy of the land. Ő volt az egyiptomi birodalomban a második a fáraó után. He became the second person, second most powerful person in the Egyptian kingdom right after Pharaoh. És aztán 10 évvel később egyszer csak megjelentek a testvérei Egyiptomba. And then a decade or a little more later, all of a sudden his brothers showed up in Egypt. Jöttek ennivalót venni. They came to buy food. És összetalálkoztak. And they ended up encountering him. És aztán volt ott megbocsátás, meg egymás nyakába borulás és happy end. And there was a forgiveness and crying over each other's shoulders and a happy end. De ez azért nem volt ennyire egyszerű. But it wasn't quite as simple. Nem volt ilyen gyors. It wasn't this fast. És nem volt ilyen egyértelmű. And it wasn't this clear. Úgyhogy én a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy József, aki ezt az egészet magának köszönheti. And so I entitled today's message Joseph, who has himself to thank for all of this. És persze ez ugye nem hangzik elég gyülekezetesen, hiszen hol van Isten munkája? And it doesn't sound very churchy, I admit, because why would I leave out God's work? És Isten valóban ott volt, és vele volt, és vigyázott rá, és megáldotta. And yes, God was there with Joseph. He took care of him, he helped him along his way and blessed him. Meg hát ugye a próbák, meg a kísértések, és ugye a sátánnak and a munkája. And of course, there were trials, there were temptations, and of course the work of Satan. De néha egy kicsit túltoljuk ezt a részét. But I think that sometimes we overemphasize this part a little bit. A sátán szerepét. Namely, the part of Satan. És nagyon sok mindent az ő számlájára írunk, pedig igazából magunknak köszönhetünk egy csomó mindent. And we tend to ascribe too many things to Satan when in reality we have only ourselves to thank for some things. És létszi, most ne azt jegyezzétek meg, hogy Isti megvédte a sátánt a Golgotában. So please, whatever you take away from this study, it shouldn't be Isti was defending Satan. Szegény sátán, annyit bántjuk. Poor Satan, we're always so hard on him. Nem, de tényleg sokszor no, but really, magunknak keressük a bajt. Many times it is us who seek our own trouble and we find it.
És Isten emberei valóban sokat szenvednek. And the people of God truly suffer a lot. De nem mindenki mártír. But not everyone's a martyr. Nagyon sokan idióták. Many are just idiots. És erről fogunk ma beszélni. And that's what we will talk about today. Hogy Isten emberei, főleg hát így, hogy mondjam, karrierjük elején, vagy pályafutásuk elején. So we'll talk about the fact that the people of God, especially at the beginning of their so-called career, ugyanolyan bénák voltak, mint mi. They were all just as lame and stumbled just like we do. Bukdácsoltak, bénáztak, próbálkoztak. They stumbled, they made mistakes, but they tried. És aztán jobb esetben hát kinőtték magukat. And then, in the better cases, they grew into something better. És ez fontos, hogy nem tudjuk, hogy kiből mi lesz. And this is important because you can never know who's going to turn into what. Nem tudjuk, hogy Istent mivé, hogy van, Isten kicsodát mivé formál. We cannot know what God is going to shape certain people into. Szóval ne írjunk le embereket csak azért, mert bukdácsolnak, bénáznak, idegesítőek. So let's not push aside people just because they keep stumbling, they make mistakes, or maybe they're driving us crazy. Lehet, hogy ők lesznek a következő hithősök. They might be, this person might be the new hero of faith. Józsefre sem sokan fogadtak volna az elején, hát not nagy many tétben. People would have placed a bet on Joseph at the very beginning either. Ahogy mondtam, az Mózes első könyvének a 36. fejezetében kezdődik az ő története, és olvassuk a második verstől. Like I said, his story begins in Genesis chapter 37. Let's read starting in verse 2, and we'll only read in Hungarian. Yep. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának apja feleségeinek a fiai mellett. És József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. József árulkodós volt. So Joseph was telling on his brothers. Egy szemét kis besugó. He was a dirty little spy. És senki nem szereti az ilyet. Nobody likes those kinds of people. Harmadik vers. Verse 3. Értelmezzük Isten igéjét. Let's explain God's word. Szóval, de Izrael, azaz Jákob, Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született, és egy tarka ruhát csináltatott neki. És amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűrölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. József nem volt jó arc. So Joseph wasn't a nice guy. Egy tipikus elkényeztetett legkisebb gyerek volt. He was a typical brat, the youngest child. De ez az ő hibája volt? Was this his fault? Mit tehetett ő erről? What could he have done about this? Hát őt szerette az apja a legjobban. Well, his dad did love him the most. Miért kellett őt emiatt utálni? Why did they have to hate him for this? És ezek jó kérdések. These are good questions. Fontos kérdések. These are important questions. Mit tehetek én arról, hogy szépnek születtem? Kérdezi az, aki nem tudom, 10 évesen szépségversenyre jár. Maybe somebody who started going to beauty pageants when they were 10 might ask the question, well, it's not my fault that I was born this beautiful. Csúnyítsam el magam, hogy másnak ne fájjon. Should I make myself look ugly so that I wouldn't be hurting others by this? Mit tehetek én arról, hogy gazdagok a szüleim? Why is it my fault that my parents are wealthy? Szégyeljem, hogy 18. szülinapomra Mercedes-t kaptam. Why should I be embarrassed about the fact that my gift for my 18th birthday was a Mercedes? Az én hibám az, hogy én bármennyit eszek, nem hízok. Mások Why is meg it igen. my fault that no matter how much I eat, I don't gain a single pound? Vagy hogy én jól tudok énekelni, én éneklek minden szólót a kórusba, és mindenki más csak nekem vokálozik. Or should I be embarrassed about the fact that I have a good voice and thus I get all the solos in the gospel choir and everyone else is just my background? Vagy hogy az én hibám, hogy a lány, akiben mindenki szerelmes, engem választott? Or why is it Egyébként my fault? Ez így van. Why is it my fault that the girl that everybody else has a crush on chose me? And actually that happened. Vagy hogy nekem magas a fizetésem, kevés munkáért, más meg sokat dolgozik és keveset keres. Or why is it my fault that I don't work so much and I still get paid well? Because that's the nature of my job and then there are others who work so hard and they make less money than I do. Ezek bonyolult dolgok. These are complicated things. És ma bonyolult dolgokról lesz szó. And today we will talk about such complicated things. De mint olyan sokszor most is érdemes először a saját házunk táján körbenézni. But just like at other times, the first thing we should do is look around ourselves in our close surroundings. És a magunk szemében keresni a gerendát.
we should try to find the plank in our own eye first. Megnézni, hogy mit ír erről a Biblia, mert erről is ír. And we should look in the Bible to see what the Bible says about these issues, because it does talk about them. A Filippi 2:3-ban azt olvassuk, hogy semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Philippians 2:3 is what we just read. Ezt nyugodtan olvasva, mert okay. Én most kiszúrtam veled. Hát most pont keresem, igen, de megvan. Új szövetség. Philippians 2:3. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Ez egy nagyon fontos igevers, én nagyon szeretem. This is a very important verse, I really like it. És például ilyen jegyes oktatásokon szoktuk ezt az igét nagyon sokszor előhozni. And we bring this verse up a lot in premarital counseling. Nekem van egy olyan meggyőződésem, hogyha valaki ezt az egy igét alkalmazni tudná az életére, akkor annak biztos, hogy sikeres lenne a házassága élete végéig. I have a personal conviction that if someone is able to apply this one single verse on a daily basis in their marriage, then their marriage will be successful for as long as they live. Alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. So in humility consider others as better than yourself. Hát hogy mondjam, egyszerű fordításban. In a simple translation. Nem te vagy a világ közepe. This means the world does not revolve around you. És legtöbbször tényleg nem te vagy az. And most often truly it does not revolve around you. Azonban tagadhatatlan, hogy vannak, akik közelebb születtek a világ közepéhez. But we can't deny the fact that some people were born closer, well, or some people, this happens in some people's lives. Vagy nagyon sok munkával közelebb dolgozták magukat oda. Or with a lot of hard work, they were able to get closer to this description. És hazugság lenne azt állítani, hogy mindannyian egyenlő esélyekkel hát veszünk részt az életben. It would be a lie to say that we all start with the same opportunities in life. Ezt sokan mondják, hogy mindenki maradjon nyugodt, de ez mindenki tudja, hogy nem igaz. Many people say this just to calm emotions, but we all know that it's not true. Van, akinek sok dolog könnyebb. For some people, many things are easier. They come more easily. Van, akinek sok dolog egyszerűbben megvan. And then again for some others things they are able to acquire things in a more simple manner. És ez sorsokat tud eldönteni. And this can really decide somebody's fate. Van, akinek könnyebben megy a matek. Some people are better at maths. Van, aki könnyebben feloldódik társaságban, mások megkukulnak. And then there are others who for whom it's easy to spend time in a larger group of people and others just close down and are quiet there. És ez sokszor sorsokat határoz meg. And very often this will describe your fate. Úgyhogy ha te többet kaptál, akkor légy hálás. So if you were given more, then you should be thankful. Hálás és alázatos. Thankful and humble. És megértő azokkal, akik nem kaptak annyit. And understanding towards those who were not given so much. Empatikus. You should have empathy. Nagyvonalú. You should be generous. Akár adj a tiédből. Maybe even give of what is yours. A pénzedből. From your money. A sikeredből. From your success. A pozíciód adta előnyökből. From the advantages that your acquired position allows you. És József nem így tett. And Joseph did not do any of these things. Ő maximálisan kiélvezte az apja kitüntetett szeretetét. He simply took advantage of the extra love that his father bestowed on him, and he enjoyed it to the max. Erről is lehetne egyet majd egyszer tanítani, azok a szülők, akik kivételezgetnek a gyerekeikkel. This could also be a good subject to study in depth once about parents who have a favorite child and make sure it's known. De József ezt élvezte. But Joseph enjoyed this. És hergelte vele a többieket. And he loved making his brothers upset with this. Árulkodott rájuk. He told on them. Mutogatta magát a flancos kis köpenyében. He walked around in his fancy little coat. És aztán, amikor elkezdett álmokat is látni. And then when he started to see dreams as well. Éledezett benne az, aki aztán ő később lett az álomlátó. What he later became, you know, the one who was explaining dreams in Egypt, this is when it was starting to take shape in him. Akkor előadta a többieknek, hogy képzeljétek, azt álmodtam, hogy mindannyian térdre borultok előttem. He went to his brothers and said, guess what, I had a dream and you all bowed down before me. Sőt, még a csillagok is leborultak and előttem. And even the stars bowed down before me.
Az a vicc, hogy később ez tényleg így lett. The funny thing is that this really happened later on. De hiba volt ezt így előadni. But it was a mistake to present it in such a way. Azt olvassuk, hogy még az apja is kiakadt rá. We read that even his father got upset with him for this. Szokták mondani, hogy Isten különleges ajándékai mellé, a talentumok mellé nem mindig mellé kell gerincet. People say that very often God will give somebody special talents, but he doesn't necessarily also give them a strong spine at the same time. Azt már nekünk kell hozzá növeszteni. We are the ones who have to make sure that we grow one. És ez egy nagy tanúság mindenkinek, aki hát különlegesnek érzi magát. And this is a big lesson for all those who feel that they are super special. Aki úgy érzi, hogy Isten kiválasztotta valamire. Those who feel that God has chosen them for something. És ezt most nem gúnyosan mondom, hanem tényleg. And I'm not trying to mock anyone here, I really mean this. Mert ilyen van. Because there are such cases. De ehhez a feladathoz fel kell nőni. But we have to grow up for the task. József azonban egy ő egy igazi gyökér volt, na. Joseph, however, was a true jerk. Így van. Mindenki utálta. Everybody hated him. És aztán egyik nap az apja így kiküldte a tesói után, hogy nézze meg, hogy dolgoznak. And then one day his father sent him to check on his brothers who were out working. Magyarul mindenki dolgozott, ő nem. Mind you, this means everybody was out working, but him, he was hanging out at home. Én tesóm lenne, én is utálnám. If he were my brother, I would have hated him too, probably. És azt olvasszuk a 18. verstől, hogy amikor távolról meglátták őt, még mielőtt a közelükbe ért, megegyeztek egymás között abban, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak, nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy egy vadállat ette meg, aztán majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Verse 18 to 20 in chapter 37 of Genesis. Nem kell azon csodálkozni, amit itt olvasunk, ez azért várható volt. We shouldn't be surprised at reading this because this was to be expected. Egyes számú tanúság. The first thing we can learn. Ha te egy ilyen irritáló hülye vagy. If you happen to be an irritating jerk. Még azzal együtt is, hogy Isten gyermeke vagy. Even though you are a child of God, előbb-utóbb be fognak hajítani egy kútba. Sooner or later you will be thrown into a hole. És akkor majd nem a próbákat kell emlegetni, meg a sátán munkáját. And if this happens, you shouldn't be talking about the trial or the work of Satan. Hogy Isten gyermekeit hogy megpróbálja a sátán. Or talk about how Satan really tries the children of God. Ami egyébként igaz. Which is true, it does happen. De azért elég sokat besegítünk neki. But we tend to help him quite a lot, actually. Hogy elvégezzük a munkája felét. We do half of his work for him. És keressük magunknak a bajt. And we really seek out our own trouble. Kettes számú tanúság. The second lesson. Ha te egy ilyen József-szerű ember vagy. If you happen to be a person like Joseph. Akit valamiért mindenki utál. Who for some reason is hated by everyone. Pedig te csak hát éled az életed és beteljesíted a küldetésed. While you really all you are doing is just living your life and fulfilling your calling. Biztatásként mondom, hogy azért nincs minden veszve. I say this as an encouragement that not all is lost. Lehetnél jobb fej. You could be nicer. Valószínűleg sok gondod lesz még az életben. You will probably have a lot of problems in your life. De ez nem jelenti azt, hogy nem leszel Isten nagy embere. But this does not mean that God will not use you in a powerful way. És lehet, hogy évek múlva tényleg mindnyájan hajlongani fogunk előtted. And it could happen that in many years we will all bow down before you. De amíg odaérsz. But the path leading there. Vizsgálgasd a szívedet. Throughout that path, keep examining your heart. Hogy szeretet van-e benne. Make sure that there's love in it. És nem gőg. And that it's not pride. Meg büszkeség. And pride. And conceit, okay. Vagy pride. És aztán egyszer majd oda fogsz érni remélhetőleg. And then hopefully one day you will get there. 20-as versben ugye azt mondják, hogy gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, mondjuk azt, hogy vadállat ette meg, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz az álmaiból. Verse 20 they say, come let us throw him into a pit and we'll just say that a wild beast has devoured him and then we'll see what will become of his dreams. És elképesztő ez az irigység. This jealousy is astounding. Hogy neki van valami, ami nekünk nincs, öljük meg. Because the point was, he has something that we don't have, so let's kill him.
Te éreztél már így? Have you felt this way? Nem feltétlenül ilyen gyilkos dühöt. I'm not talking about this anger to murder. De ezt az irigységet. But this kind of jealousy. Hogy dühös vagy valakire, mert neki van valamije, ami neked soha nem lesz. That you are mad at someone because they have something that you know you will never have. Hogy ő olyasmiben jó, amiben te soha nem leszel az. When you see somebody being good at something that you know you'll never be good at. Ez őrítő. This is quite maddening. Nekem volt egy időszakom. I went through a season. Amikor egyszerűen abba őrültem bele, hogy vannak olyan filmesek, akik fiatalabban csinálnak filmet, mint én. When it drove me crazy that there are movie makers who managed to make a film at a younger age than I did. Nem vagyok túl öreg, de nagyon annak éreztem magam. I'm not very old, but at that point I did feel very old. Hogy Spielberg 20 éves korában csinálta a cápát. To realize that Spielberg was in his 20s when he made Jaws. Én meg Miskolcon ülök egy lakótelepen. And there I was sitting in an apartment in Miskolc, Hungary. És engem ez megőrített. And this drove me crazy. És jó, hogy így tudtok rajta röhögni. I'm glad you can all laugh at it. De ez szimplán irigység. But all that is jealousy. Meg ilyen, nem tudom, önértékelési zavar. And it also shows a problem with self-value. De nekem erre ráment vagy 10 évem. This took about 10 years of my life, actually. Ő szebb. Or he or she is prettier. Ő soványabb. Or she is thinner. Több lájkja van az Instagramon. Or they get more likes on Instagram than neki I do. Könnyű, őt támogatják a szülei. Well, easy for this person, because his or her parents are supporting them. Vagy neki könnyű, mert őt nem bántalmazták gyerekkorában, mint engem. Or well, it's easy for him or her because they weren't abused in their childhood like I was. Én már soha nem lehetek normális. So because of this, I will never be able to be normal. És hurcoljuk magunkba ezeket a frusztrációkat. And we carry all this frustration with us. És így nő bennünk az irigység meg a gyűlölet. And this is just helping the jealousy and the hatred to grow in us. Amiről sokszor ez a másik ember amúgy nem tehet. And by the way, many times this other person has nothing to do with it. It's not their fault. Legtöbbször nem is tud róla. Most often they don't even know about this going on in us. Ezt le kell tenni. We have to set this down. Ez tönkre tesz minket. Because this will destroy us. Megkeserít. It will make you bitter. És a végén már azon kapjuk magunkat, hogy azon tanakodunk, hogy hogy ártsunk ennek a másiknak. And in the end we find ourselves trying to figure out a way to hurt this other person. Remélhetőleg nem akarjuk megölni. Hopefully we don't want to kill them. De tele vagyunk gyűlölettel. But we are filled with hatred. Így szépen lassan. And it is slowly growing. Érdekes módon, szerencsére József azonban nem halt meg. The interesting thing is that Joseph didn't die. Nem ölték meg, és tudjátok, hogy miért nem? They didn't kill him, and do you know why? Egy Ruben nevű fiú miatt, aki az ő legidősebb testvére volt. Because of his oldest brother, whose name was Reuben. 21-es verstől. Starting in verse 21, please read along. Amikor ezt Ruben meghallotta, mármint, hogy meg akarják ölni, ki akarta őt menteni a kezeik közül, ezért azt mondta, hogy ne üssük agyon. Majd ezt mondta nekik, hogy ne öntsünk vért, inkább csak dobjuk bele a kútba itt a pusztába, de ne emeljünk rá kezet. Ő így akarta kimenteni a kezeik közül, és visszajuttatni apjához. Aztán, amikor József odaért a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát, amely akkor is rajta volt. Ez a tarka ruha jelképezte azt, hogy engem jobban szeret az apám. This coat of many colors was the symbol of, well, daddy likes me much better than he likes you. Hogy ő különleges. This was a symbol of the fact that he was special. Mibe megy meglátogatni a tesóit? Hát ebben a ruhában. So what did he put on to go out and visit his brothers? In the coat. Miért is csodálkozott, hogy bevágták a kútba? So then why am I surprised that they threw him in the pit? 24-es verstől. Starting in verse 24. Úgyhogy fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, és nem volt benne víz, ezután ők leültek enni. Voltál már olyan helyzetben, hogy így történtek körülötted a dolgok, és csak kapkodtad a fejedet, hogy hogy kerülsz te ide? Have you ever been in a situation where something dramatic like this was going on around you, and you just was you weren't even sure where to look? Hogy fajultak idáig a dolgok hirtelen? And you kept wondering, how did things get to this point? Ahogy Ruben kapkodta a fejét, hogy most ti meg akarjátok ölni? And I think Ruben felt the same. He was thinking, what, you want to kill him? És úgy tűnt, hogy egyébként a másik kilenc tényleg meg akarta ölni. And it seems that the other nine brothers really wanted to kill him. Mit csinálunk ilyenkor? So what do we do in such a situation?
beállunk a sorba, és csináljuk együtt a többiekkel, hogy ne legyen baj. Do we get in line and do what the majority is saying just to avoid trouble? Ezt csináljuk. That's what we do. Vagy ugye nem szólunk, de azért magunkba pontosan tudjuk, hogy hát azért ez így nagyon durva. Or maybe we are not saying anything, but deep inside we know, well, this is just not right, this is really wrong. Ezt is csináljuk. We do that too. Vagy felállunk, és azt mondjuk, hogy na, én ebben nem veszek részt, és elsétálok. Or do we stand up and say, well, I'm not going to have any part in this, and we walk away. Kevesebben. Less people do that. Vagy esetleg azt mondjuk, hogy ezt ti se csináljátok, mert ez nem helyes. Or do we stand up and say, I'm not going to do this, and you shouldn't either, because this is not right. És leállítjuk őket, mint ahogy Ruben tette. And do we stop them, just like Ruben did. Én nagyon-nagyon sokszor sodródtam már az árral. It has happened to me many times that I found myself just going with the flow. És olyan helyzetekbe kerültem, hogy csak reméltem, hogy nincs a közelbe senki, aki engem most lát. And I got into such situations that all I could do was hope that there is nobody around who can see me and who knows me. Mert én sem tudom, hogy hogy magyaráznám, hogy pontosan én hogy is keveredtem ebbe a szituációba. Because I'm not sure how I would have explained how I ended up in such a situation. És aztán kicsit felnőttebb lettem, és rájöttem, hogy nem kéne ilyen helyzetekbe kerülni. And then as I became a little more of a grown up, I realized that I should make sure to not get myself into such situations. Hogy kerülnöm kéne bizonyos helyzeteket. That there are some things I simply must avoid. Még akkor is, ha mindenki más szerint ez oké. Even if everybody else says it's okay. Csak az a baj, hogy ez nagyon bátornak kell lenni. But the problem is that one must be very brave to do this. És én nem vagyok egy nagyon bátor and ember. I'm not a very brave guy. Viszont however, nemrég voltunk egy esküvőn. Recently we attended a wedding. És az étteremben volt egy szuper idézet a falon. And there was a great quote on the wall of the restaurant. Ja, nálatok. És azt mondta, hogy a szabadság nem az, hogy azt tesszük, amit csak akarunk, hanem az, hogy senki nem kényszeríthet minket arra, hogy azt tegyük, amit nem akarunk. And the quote said, freedom is not that we do whatever we want, but it is that nobody can force us to do that which we don't want to do. És két töltött káposzta között ez nekem egy óriási reveláció volt. And between two plates of stuffed cabbage, this was a huge revelation to me. Hogy a rosszal szemben való kiállás, az nem is bátorság kérdése. I basically realized that standing up against what's wrong is not a question of courage. Ez az én szabadságomról szól. It's about my freedom. És a Bibliában azt olvassuk, hogy mi szabadok vagyunk. And in the Bible we read that we are free. Hogy az igazság megszabadított minket. That the truth has set us free. Hogy én szabad vagyok arra, hogy nekem nem kell ezt tennem. I am free to not do something. Nem az a lényeg, hogy úgy de bátor vagyok és szembe megyek az árral. It's not about me being brave and going against the flow. Hanem hogy mi közöm van nekem ehhez. But the point is, I don't have anything to do with this. Tök mindegy, hogy mindenki ezt csinálja, én simán csinálhatom ennek az ellenkezőjét. Even if everybody is doing a certain thing, I have the freedom to choose the exact opposite. Hogy egy csomó dologhoz nekem nem kell jó képet vágnom. So I don't have to put on a nice face for a bunch of different things. Nem muszáj ebbe részt vennem. I don't have to take part in those things. Általában én attól féltem, hogy de ezt kell csinálni, ezt én nem tehetem meg, hogy nem megyek velük. Usually I used to be afraid and I felt like, well, I have to do this, I cannot not go with them to this thing. És rájöttem, hogy ez része a szabadságunknak. But then I realized that this is all part of our freedom. És ez ilyen pici dolgokban is benne, hogy nekem ezen a poénon nem kell nevetnem, csak azért, mert mindenki nevet. And even in small things, like somebody will tell a joke, and I have the freedom to not laugh, even if everybody else is laughing at a certain joke. És ez nem az ellenállásról szól, hogy na, nézzétek meg, hogy én nem vagyok olyan. And this is not about resistance and basically exclaiming, oh, well, look at me, I'm not like all of you. Hanem arról, hogy én szabad vagyok, és az a szabadság, hogy nem kell azt tennem, amire valaki rá akar kényszeríteni. But it's about me being free, and I have the freedom to not do what everybody might be forcing me to do. És ha Ruben ott nem szól közbe annó, akkor a Biblia most minimum 13 fejezettel rövidebb lenne.
And if Reuben hadn't said anything at this point, the Bible would be at least 13 whole chapters shorter today. Sőt, egyébként egész Izrael népe éhen halt volna, mert ugye azért jöttek, hogy ennivalót adjanak nekik, és ezt József szervezte meg. And actually all of the nation of Israel would have died of starvation, because you remember later on they came for food and it was Joseph who provided the food for them. Szóval szükség van a Rubenekre. So we need Rubens. Az elesetteknek, a gyengéknek szükségük van a Rubenekre. The weak ones need the Rubens. És néha nekünk is nagyon jól jönne valaki, aki kiáll értünk. And oftentimes it would be good for us too if there was somebody to stand up for us. És ugye megint ilyenkor illik azt mondani, de ne aggódj, ott van Krisztus, ő a mennyei atyánál kiáll érted. And then what we see, say at these times is, well, don't worry, Christ is there, he's with the Heavenly Father, he's standing up for you. És ez igaz. And that's true. De mindeközben. But meanwhile. Tök jó lenne, ha valaki mondjuk közbeszólna, amikor éppen bántanak engem. It would be great if somebody raised their voice when I'm being hurt. Amikor leállítják a gúnyolódást, ha én vagyok a céltábla. It would be great if somebody would stop the mocking when I am the target of the mocking. Vagy valaki megvéd, amikor a hátam mögött kibeszélnek, és nem is tudok róla. Or it would be great if somebody is saying bad things about me behind my back, if there was somebody to defend me. És lehet várni, és nagyon óhajtani vagy kívánni ezeket a Rubeneket. And we can wait for these Rubens and we can really hope for them. De nagyon sokszor nekünk kéne ilyen Rubennek lenni. But many times it is us who should be the Rubens in a situation. És hát én nem hiszek a karmában. I don't believe in karma. De nagyon hiszek abban, amit Jézus mondott, hogy amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, azt tegyétek ti is velük. But I do believe in what Jesus said, which was, what you want people to do to you, do that unto them. És ez egy annyira fontos igazság, hogy igazából engem azt se zavar, ha ezt valaki karmának hívja. This is a very important truth, so important that I really don't care if somebody calls this karma. Vagy ilyen magyarosan, jó tett helyébe jót várj. Or in Hungary we say, expect good to return to you if you do good to someone else. Tegyétek azt másokkal, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Basically, do unto others that which you wish for them to do unto you. Legyél te a Ruben. You should be the Ruben. Ha szeretnéd majd, hogy egyszer téged is megvédjenek. If you would like for somebody to defend you at one point. Nem kell sodródnunk. We don't have to go with the flow. Nem kell a rosszhoz igazodnunk. We don't have to comply with the wrong things. Csak azért, mert mindenki más ezt csinálja. Just because everybody else is doing it. Mi szabadok vagyunk. We are free. Kérdés, hogy ezt elhisszük-e. The question is, do we believe that? De ha elhisszük, hogy szabadok vagyunk. But if we do believe it. Akkor szabadok vagyunk arra, hogy nem kell dolgokat megtenni. Then we are free not to do certain things. És lányok és nők. And girls and women. Ez rátok extrán vonatkozik. This is an extra truth for you. És most olyan időket élünk, hogy erről sok szó van. And in our times there is a lot of talk about this subject. És ez nem baj. And that's not a problem. Az, hogy szabadok vagytok arra, hogy ne menjetek egy csomó mindennel, ez rátok tényleg nagyon extrán vonatkozik. The fact that you are free to not go along with a bunch of different things, this is true for you especially. Amikor a férfiak vissza akarnak élni a helyzetükkel. When men are trying to take advantage of a situation. Bármilyen értelemben. No matter what the circumstances are. Amikor le akarnak titeket uralni, meg semmibe vesznek titeket. When they want to rule over you and they treat you like nothing. És ez nem Me Too. This is not about the Me Too movement. Meg nem emancipáció. And it's not about female emancipation. Ez bibliai alapigazság. This is a biblical truth. Ami egy picit így elbillent a férfiak felé. Which kind of ended up going in the direction of men. Szabadok vagytok, hogy visszabillentsétek. But you are free to move it back. Szabadok vagyunk felállni igazságtalanságok ellen. We are all free to raise our voice against injustice. A bűn ellen. Against sin. És ez nem bátorság vagy erő kérdése. This is not a matter of courage or strength. Ez hozzátartozik ahhoz, amik mi vagyunk. It is a part of what we are. És hála Istennek ebben a történetben volt egy Ruben. And I'm thankful that there was a Reuben in this situation. Aki tulajdonképpen megmentette Józsefet a haláltól, és így csak eladták rabszolgának. Who basically saved Joseph from certain death, and this way he was only sold into slavery. És aztán ott tényleg nem voltak könnyű napjai. And then afterwards his days were really not easy.
És aztán ugye ismeritek a történetet, hogy Potifárné egy kicsit hát rárabolt. And you are familiar with the story how Mrs. Potiphar kind of tried to cast her net around him. De ő ellenállt a kísértésnek és elszaladt. He resisted the temptation and he ran away. Tényleg ezt nem mondtam az elején, hogy egyébként József történetéből van egy keresztény musical is. Oh, and I forgot to mention at the beginning that there actually is a Christian musical written from the story of Joseph. Az a cím, hogy az álomlátó, Dreamer. It's called Dreamer. És ezt jó sok évvel ezelőtt Magyarországon is előadták. And many years ago this was also presented in Hungary. Én is játszottam benne. I actually played in it. És én itt találkoztam a feleségemmel. And that is where I met my wife. Aki Potifárnét játszotta. A csábítót. Who played Mrs. Potiphar? Én voltam a fáraó. I was the pharaoh. Szóval ez hozzátartozik a sztorihoz. I must add that too. Na de. But. Szóval József lett a nagy vezér. So Joseph became the great leader. Hála Rubennek is. Thanks to Reuben, among others. És aztán megjöttek a testvérei. And then his brothers came. Akik persze nem ismerték fel Józsefet. Who of course didn't recognize him. És aztán József megbocsájtott. And then Joseph forgave them. És megölelték egymást. They embraced. És ez tök jó. And that's great. És nagyon sokat beszélünk a gyülekezetben a megbocsátásról, ami az egyik legfontosabb keresztény erény. And in the church we talk a lot about forgiveness, which is one of the most important Christian virtues. A tékozló fiú, ugye? We all know about the Prodigal son. Hogy az apja így rohant ki elé, amikor a bűnbánó fiú hazajött. How his father ran ahead to embrace him when he returned home. És ugye mondjuk, hogy a mennyei atya is így bocsát meg nekünk. And often we say that the heavenly father forgives us all in the same exact way. És erről tényleg nem lehet eleget beszélni. And we really cannot talk about that enough. Azonban a megbocsátásnak van egy másik formája, amiről egy picit kevesebbet beszélünk. There is however another form of forgiveness and we tend to talk about that less. És József történetében ez van, és ez egy picit nehezebb ügy. And we see this as an example in the story of Joseph and it's a little more difficult of a subject. Mert ugye ők újra egymásra találtak és nagy volt a boldogság. Because Joseph and his brothers found each other again and there was a lot of rejoicing. És a testvérei mit is tettek ezért? But what did his brothers do for this? Hát semmit. Nothing. És eltelt vagy 10 év. And about 10 years went by. És József biztos elég sokat emésztette magát ezen a dolgon, főleg mikor börtönben ült. Until this point, and I'm sure that Joseph must have spent a lot of time thinking about this issue, especially when he was still in prison. Hogy azért egy kicsit mondjuk úgy kibabráltak vele. He must have really felt like they had done him wrong. Hogy azért ő nem ezt érdemelte. That this is not what he deserved. Jó, néha egy kicsit azért szemétkedett velük, de azért mondjuk ez nincs egálba. Of course, there were times when he wasn't exactly nice to them, but this was a little too much. És aztán, ahogy egyre nagyobb hatalma lett, and then as he became more and more powerful, vajon nem jutott eszébe hazaküldeni egy kémet, megnézni, hogy mi van otthon? Why didn't he send, for example, a spy to go back to his homeland to see the situation there? Vagy egy bérgyilkost. Aki így elintézi a tesókat. Or an assassin who would have taken care of his brothers. Vagy mondjuk így a kíséretével így bevonulhatott volna, hogy na hello. Or someone from his entourage to just, he could have gone with his entourage and just say like, hey, I'm here, look at me. De őt elzavarták. But he was basically chased away. Őt elárulták. He was betrayed. Őt eladták. He was sold. Szóval ez ennyi volt. And that was it. És marad a keserűség. And what he was left with was bitterness. Meg a szomorúság. And sadness. Meg a harag. And anger. Hogy mit tettek velem. Over what they had done to him. Hogy tönkretettek. That they destroyed him. De most én egyedül boldogultam. But look at me, I made something out of myself. Csak egyszer kerüljenek a szemem elé. If only I could see them just once. Oszt a szem elé kerültek. And then they showed up. És akkor ő így elengedte. And he let it go. Nektek van ilyen régóta cipelt sérelem az életetekben? Do you have something like that in your life that you have been carrying along for a long time? És ne felejtsük el, hogy Józsefnek igaza volt. And let's not forget that Joseph was right. Ő volt az áldozat. He was the victim here.
ő tényleg áldozat volt. He really was a victim. Vétkeztek ellene, majdnem megölték, tönkretették az életét. They sinned against him. They almost killed him. They basically destroyed his life. Azt most itt állnak előtte bamba fejjel. And then here they were staring at him. És ő megbocsátott. And he forgave. És elengedte a fájdalmát. He let go of his pain. A jogos fájdalmát. Of his pain that was justified. Azért egy bocsánatkérés mondjuk kiárt volna. At least a forgiveness would have been nice, or an apology would have been nice. Vagy úgy, hát hogy mondjam, a helyzet így jól kidumálása. Or to try and explain away the situation. De néha csak le kell tenni. But sometimes we just have to let go of things. Letenni a fájdalmunkat, a sérelmeinket és tovább menni. We have to let go of the hurt of our pain and just move on. Nem azért, mert a másik megérdemli, mert nem érdemli meg. Not because the other person who committed something against us deserved this, but because they don't. Sőt, ha ezt megtenném, akkor hát akkor még ő győzedelmeskedne. Because we might think, well, if I do this, then it's like they won. És ha én ezt megteszem, akkor soha nem fog sírva az ajtómhoz kúszni és becsengetni és bocsánatot kérni, amit oly régóta várok. And if I do this, then for sure they will not do that which I have been waiting for so long, for them to crawl up to my door sobbing and to ring my doorbell. És várunk. And then we wait. És várunk, és nem történik meg. And we wait and nothing happens. És akkor lehet, hogy azt kell mondani, jó, akkor én nem akarom tovább cipelni. And then maybe it's time for us to say, I don't really want to carry this. Na jó, de mi van az igazsággal? Okay, but what about the truth? Ez így nem igazságos. This is not fair. Hát igen. A fránya igazság, az abból mindig csak a baj van. Yes, fairness and truth always brings us trouble. Volt két nagyon közeli ismerősöm. I had two very close acquaintances. Akik egyszer összevesztek. Who had an argument. Testvérek voltak és üzlettársak. They were siblings and they were business partners. És ebből következett egy elszámolási vita. And from this arose an argument over some finances. És a helyzet elmérgesedett. And the situation got really bad. És aztán a család ugye két felé szakadt. In the end, the family split into two. Az egyik az egyik pártját fogta, a másik pártját fogta. One side was on the side of one person, the other side of the family took the side of the other. Sokan próbáltak kibékíteni őket, mindenki keresztény a történetben. Many were trying to bring peace into situation, and by the way, everyone involved was Christian. Elhidegülés. People got distant from each other. Fenyegetőzés. There were threats. Bíróság. There was court. Láttunk már ilyet. We've seen such things before. Keresztények között is. Even among Christians. És akkor az egyik fél úgy eltelt pár év. And then a few years went by. És az egyik fél úgy nyitottabb volt a megegyezésre. And one side was a little more open for reconciliation. Ő már nem haragszik, mondta. He said he's not angry anymore. És kész megbocsátani. And he's ready to forgive. De a másiknak ehhez azért bocsánatot kell kérnie. But first the other person should really apologize. Hiszen bocsánatkérés nélkül nincs igazán megbocsátás, ez logikus. Because isn't it logical that without apology there couldn't be forgiveness, right? A valós helyreálláshoz kell a bűnbánat. In order for true reconciliation, there should be a repentance from sin. Ezt erről mi is nagyon sokat tanítunk. We all talk about this a lot here. Hogy a helyzet rendeződhessen, a másik félnek is be kell látni legalább minimálisan, hogy mit rontott el. That in order for the situation to be reconciled, both sides have to admit that they were wrong. Hogy legalább, hogy ez legközelebb ne forduljon elő. At least so that this wouldn't happen again. Az a baj, hogy ez sokszor nem így működik. The problem is that many times this is not how it works. Sajnos, nagyon sokszor nem így működik. Unfortunately, many times it doesn't work this way. És valóban ez az ideális helyzet. And yes, this what I described is the ideal situation. De fájdalmasan sokszor ez nem történik meg. But painfully often it does not happen this way. Úgyhogy várunk. So we wait. És szépen belehalunk. And then we die. Meg körülöttünk mindenki más is belehal. Because it kills everyone else around us. És ez a két ember, ez a két testvér nem tudta rendezni. These two siblings were not able to reconcile. És ma már egyikük sem él. And neither of them is alive today. És nekem meg van egy ilyen baromi nagy heg a szívemen.
And I also have a big scab on my heart. Ami emlékeztet. Which is a reminder. Talán arra, hogy legközelebb legyünk okosabbak. Of the fact that maybe next time we should be smarter. Legyünk előrelátóbbak. We should look more ahead. Óvatosabbak. We should be more careful. Őszintébbek. More honest. De igazából nem. But really, no. Igazából arra emlékeztet, hogy van ilyen. What it reminds me is that such things happen. Hogy az élet nem habos torta. That life is not a cake with a cherry on top. Hogy bármilyen hihetetlen, de lesznek feloldhatatlan konfliktusok az életünkben. It might sound unbelievable, but there will be conflicts in our life which cannot be resolved. Ahol lehet, hogy mind a két félnek igaza lesz. And it could happen even that both sides are right. Ahol nem lesz egyértelmű és könnyű megoldás. Where there will not be a clear and easy solution. Sőt, az is lehet, hogy egyáltalán nem látszik majd megoldás. In fact, it might even happen that nobody will be able to see any solution. És akkor mit teszünk? Megnyomorodunk? What do we do? Do we allow ourselves to be destroyed? Várunk évekig? Do we wait for many years? Addig cipeljük a haragnak meg a keserűségnek a terhét, amíg tényleg ilyen roncsok leszünk. Do we carry the burden of anger and bitterness so for such a long time that they just bury us? És te letennéd, már rég letennéd, de ugye azért vársz a másikra, hiszen neki is kell valamit lépnie, hiszen nekem igazam van. Maybe you would set it down if you could, but you feel like, well, I should still wait for the other person because I am right and they need to come and say something too. Nem tudom, hogy láttátok-e a 127 óra című filmet. I don't know if you've seen the movie called 127 Hours. Ez egy amerikai srácnak az igaz történetén alapszik, aki It's the true story of a young American man. Aki 2003-ban elment túrázni és beleesett egy szakadékba és a kezére esett egy szikla és odaszorult a keze. Who went hiking in 2003 and he fell and a rock fell on his arm and he got stuck there. Tök jól volt, csak nem bírta kihúzni a kezét. He was doing okay, but he wasn't able to pull his arm out. És egy kicsit úgy messze volt mindentől. And he was quite far from everything and everyone. És senki nem tudta, hogy hova ment. Nobody knew where he had gone. És akkor ő próbálkozott. So he kept trying. 5 napig. For 5 days. Majd amikor már rájött, hogy ez már nincs tovább. And then when he realized that there is simply no more. Akkor a kis bicskájával levágta a kezét és hazament. Then he used his pocket knife to cut off his arm and then he went home. Nekem ő az egyik hősöm. He's one of my heroes. Írt egy tök jó könyvet. He wrote a really great book out of De nem azért a hősöm, mert olyan bátor volt, hogy levágta a kezét. But he's not my hero because he was brave enough to cut off his own arm. Hanem mert képes volt lemondani egy nagyon is fontos jogáról, és ezt hátrahagyni azért, hogy éljen. But because he was able to say no to a right that is very important to him, and he was able to leave that behind in order to keep on living. És nagyon fájhatott. It probably hurt quite a lot. Csak gondoljátok végig ezt a döntési Just mechanizmust. Think about the process of deciding this. De ő élni akart. But he wanted to live. És ez nem jó kedvéből csinálta. He didn't do this because it sounded like so much Előtte fun. Mindent megpróbált. He tried everything else for those Kiabált, five days ráncigálta, lögdöste, veszekedett Istenne, minden. He shoved, he yelled at God, he tried everything. De egy ponton túl már nem volt mit tenni. But there came a point when there was nothing else left to do. És szerintem ez egy nagyon fontos mozzanat az ember életében. And I think this is a very important point in everybody's life. Amikor már mindent megpróbáltál. When we realize that we've tried everything else. Akkor tényleg vársz tovább? Will you keep on waiting? És én nagyon szeretnék bátorítani mindenkit, hogyha már túl vagy mindenen. I'd really like to encourage everyone, if you've tried everything else. Akkor búcsúzz el ettől a tehertől, és fordulj meg és menj tovább. Then maybe you should say goodbye to that burden and you should start walking in the opposite direction. József újra együtt akart lenni a családjával. Joseph wanted to be with his family again. Nem csak miután azok kellőképpen vezekeltek, mert ezért nem is lehet igazából rendesen vezekelni. Hát hogy? He didn't wait for them to truly repent and show that to him, because how were they supposed to do that?
Úgyhogy ő ezt letette. So he laid that aside. Mert azt akarta, hogy ez az izé, ez tűnjön el közülük. Because he wanted this thing that was between them to disappear. És innentől kezdve volt új élet, meg öröm. And from that point on, there was a new life and there was rejoicing. Nekünk is ezt kéne tenni. We should do the same. Letenni. We should set it down. És lehet, hogy most vagytok itt egy csomó, akinek ez tetszik. And maybe many of you here now like hearing this. Remélem. I hope. De az is lehet, hogy vannak egy páran, akik most egyre dühösebbek. But some might be getting more and more angry. Mert ilyet, amit most én mondok, általában az mondja, aki el akarja érni, hogy a másik kérjen bocsánatot. Because you are saying to yourself, well, what you're saying, Isti, is what the person who wants me to apologize, the other person, this is who usually says these things. Hogy ez igazából csak manipuláció. This is really just manipulation, you Manipulállak think. Titeket, hogy kérjetek csak ti bocsánatot. I'm manipulating you into being the ones to apologize. Én nem csináltam semmi rosszat. And to say I haven't done anything wrong. Nem ezért mondom. That's not why I'm saying it. Hanem azért, mert kapcsolatok mennek így tönkre, örökre. I'm saying this because relationships are destroyed because of these things forever. Életek múlnak így el. And lives go by. És hogy nagyon őszinte legyek, nekem is van egy ilyen dolog egyébként az életemben most. And to be completely honest, I have something like this in my life as well. És nem telik el olyan hét, hogy ne gondolnék erre rá. And no week passes without me thinking about this thing. És nagyon meg vagyok bántva, és nagyon haragszom. And I was really hurt and I am angry. És ez már évek óta tart. And it's been years. És őszintén azt gondolom, hogy a másiknak kellene lépnie. And I truly honestly believe that it should be the other person to take the first step. És nem tudom, ha találkoznánk, őszintén nem tudom, hogy megölelném vagy leköpném. And I'm not sure what would happen if we were to meet, if I would embrace this person or if I would spit on them. És még nem tudom, hogy mi lesz. And I don't know how it's going to end. És nem tudom, hogy kinek van igaza. And I don't know who's right. Hogy neki vagy nekem. Whether they are right or I am. És ha végül mégis én leszek az, aki ezt képes letenni. And if in the end it will be me who can lay this aside. Akkor nem tudom, hogy barátok leszünk-e még. I don't know if we will be able to remain friends. Yeah, okay, yeah. Semmi. Nem olyan könnyű ezeket megoldani. It's not too easy to solve these things. És ezt most csak azért mondom el nektek, hogy érezzétek, hogy én nem elbagatalizálni akarom. And I shared all of this so that you know that I'm not trying to make this look easy. Én még nem tudom pontosan, hogy ezen hogy kell túllépni. I'm still not sure how one is supposed to go move past this. És azt sem gondolom, hogy most mindenki, aki itt ül, az azt mondja, tök jó mondott Isti. Leraktam. And Hogy nem gondolom, hogy mindenki, aki ott ül, az azt gondolja. And hogy... I don't think that everyone sitting here now is going to say, oh wow, Isti said some really good things. Okay, boom, like that, I'll set it down. Én is küzdök ezzel. I myself struggle with this. De attól még, amit mondtam, az igaz. But at the same time, all the things I shared are still true. Szóval most egy pici lehetőséget akarok adni magunknak. I'd like to give us all an opportunity. Hogy gondolkodjunk egy picit. És el fog játszani a dicsőítő csapat egy dalt, és ez nem egy dicsőítő dal, nem kell együtt énekelni velük. And the worship team is going to sing a song, which is not a worship song, so you don't need to sing along. Hanem gondolkodjunk. But I would like us all to think about this. Hogy van-e olyan teher, aminek itt az ideje, hogy lerakjuk. Think about whether there is a burden like this that you need to let go of. Hogy van-e olyan dolog, ami már agyonnyom. Is there something that's been really pushing down on you? És ami igazából rád vár. And something that is just waiting for you to take that step. És lehet, hogy akár évek óta vársz a másikra. And maybe you've been waiting for years for the other person to say something. De lehet, hogy neked kéne elengedni. But maybe you should let go of it first. Elengedni a jogodat és tovább lépni. You should let go of your right and move on. És lehet, hogy azt gondolod, hogy hát ez hülyeség. And maybe you think, well, that's just stupid. És csak a bolond teszi ilyet. And only fools do this. És ez nem normális. And it's not normal. Ez nem igazságos. It's not fair. Sőt, ez agymosás, ez gyülekezeti agymosás. This is brainwashing in the church. Tényleg nem igazságos. It is not fair. Tényleg nem. És hogy félsz, hogy hülyét csinálsz magadból. And you might be worried that you will make a fool out of yourself.
hülyét csinálsz magadból. Yes, you will. És hogy a másik vissza fog ezzel élni. And that the other person might take advantage of this. Simán lehet. Of course, they will. És ha ezzel együtt úgy érzed, hogy lehet, hogy most kéne letenni. And if knowing all this, you still feel like you should let go of this. Akkor lehet, hogy le kéne tenni. Then maybe you should. És az, hogy hülyét csinálsz magadból. And if you do make a fool out of yourself. Meg hogy a másik nem érdemli meg. And the fact that the other person doesn't deserve you meg, to ez, do meg, this. Meg hogy ez így nem igazságos. And that it is not fair. Szereted ezt az embert? Szereted ezt az illetőt? Do you like this? Do you love this person? Tedd le. Then let it go. Mint Jézus a kereszten. Just like Jesus did at aki the cross. Totálisan hülyét csinált magából. Who made a complete fool out of himself. Gondoljátok bele, hogy egy csomó olyan emberért halt meg, aki erre nagy ívben tesz. Think about the fact that he died for a bunch of people who just don't even care in the least bit. Akik kinevetik. Who mock him. De ő meghalt értük. But he still died for them. Mert ő szerette ezeket az embereket. Because he loved those people too. Hát ezen gondolkodjunk most egy kicsit. So let us spend some time thinking about this. Nem ezt vártad, nem így mondták, mást ígért a szív és mást a száj. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigyázzon. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezte. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda kell menni, esélyt adni, elengedni minden tartó. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami a szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd figyel szív. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezted. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartózást. Ez most nem arról szól, hogy ilyen hatást gyakoroljunk. We didn't play this song to have some like special power. Bár hatásos. Although it is powerful. Csak van egy ilyen meggyőződésem, hogy mi a csodának járunk gyülekezetbe, ha csak így meghallgatjuk és hazamegyünk. But my conviction is that if we only come to church, listen to the sermon and go home, then why are we doing it at all? Ha ez nem változtatja meg az életünket. If coming here doesn't change our lives, then why do we do it? Nem biztos, hogy most pont ez, amit én mondtam. Maybe it might not be exactly what I spoke about today. De ha Isten szava nem formál át minket egyre radikálisabban, akkor minek járunk ide?
But if the word of God is not transforming us more and more radically, then why do we even come? Én ebben nagyon hiszek. I really believe in this. Hogy Isten igéje megjobbít minket. That the word of God makes us better. Hogy az életre vezet. That it leads us to life. Hogy segít letenni bűnöket és terheket. That it helps us to lay aside sins and burdens. Hogy ti még ha csak szocializálódni jöttetek ide, akkor is Isten szólni akar hozzátok. That even if you came here only to socialize, I believe that God desires to speak to you. Hozzám is. To me too. Imádkozzunk. Let's pray. Mennyi atyán, köszönjük, hogy te szeretsz minket. Heavenly Father, we thank you that you love us. És formálni akarsz minket. And that you desire to shape us. És bárcsak puha lenne a szívünk. And we wish for our hearts to be soft. Bárcsak hagynánk magunkat. We wish to just allow you to work in us. És bárcsak nem üres szöveg lenne az, hogy te vagy az ura az életünknek. And we pray that when we say that you are Lord of our lives, that those wouldn't just be empty words. És hogy te irányítasz minket. And that you are the one leading us. Atyánk, annyi bűnnel küszködünk. Lord, we struggle with so many sins. Annyi teherrel. So many burdens. És te ezeket le akarod rólunk szedni. And you want to remove these from us. És kérlek, hogy segíts nekünk, hogy letegyünk egy párat. So I ask that you would help us to lay aside a few of these. Adj nekünk szeretetet azok iránt, akikre várunk, hogy ők lépjenek először. May you give us love towards those for whom we are waiting to take the first step. Hogy szeressük őket annyira, hogy mi megtesszük az első lépést. May we be able to love them enough to make that first step ourselves. Atyánk, taníts meg minket megbocsátani. Father, teach us to forgive. És elengedni a jogos tartozásokat. And to let go of the debts that are demanded. És atyánk, köszönjük neked Jézust. And Father, we thank you for Jesus. Aki meghalt értünk. Who died for us. Azokért, akik ezt egyáltalán nem érdemeltük meg. For those who did not deserve that at all. Bárcsak tanulnánk ebből. I wish that we would learn from this. Amen. Amen. Hát örülök, hogy itt voltatok. I'm glad you were here. Sajnálom, ha ez egy picit nyom... Nem sajnálom, ha egy picit lenyomott titeket, az a jó, engem is lenyomott. And I'm sorry, but I'm not sorry if this was a little too heavy, because it felt heavy to me too. Vigyétek haza Isten igéjét a szívetekbe. Carry the word of God home in your heart. Egyébként meg szép az élet, szóval. And life is great, life is beautiful otherwise. Vidámodjunk. So, yay. Isten áldjon titeket. God bless you.